Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Az édes búzs dallamok után egy rövid történetet hadd meséljek el önöknek, kedves nézőink. Meghívást kaptunk, és ha meghívnak bennünket, akkor általában élünk is a lehetőséggel a Tolnai úti tagkönyvtárba, mégpedig azért, hogy Sohonyai Edittel a népszerű és kiváló fehérvári írónő előadását meghallgathassuk, és a legnagyobb meglepetésünkre teltház volt, mint általában a Tolnai könyvtárban, és nem csak azért volt teltház, mert hogy kicsi a könyvtár, hanem azért is, mert hogy a meglepetéssel készült Cserpakovics András polgármester úr, illetve a település rész önkormányzati képviselője Farkas László, ahol is Kalincsákné Horváth Zsuzsannát, a tagkönyvtár vezetőjét polgármesteri emlékéremmel jutalmazta meg polgármester úr, illetve Farkas László. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm itt körünkben. Köszönöm szépen a meghívást. És a Vörösmarty könyvtár képviseletében itt van velünk Horváth Hella is, akivel egyébiránt szintén találkoztunk két napja, hiszen egy nagyszerű vadmadár kiállítást nyitott meg, illetve kísérhettünk figyelemmel a Budai úti tagkönyvtárban. Tehát működik a dolog, az élet a Vörösmarty Mihály könyvtáraiban. Arról már nem is beszélek, hogy az olvasóteremben gyakorta van rendezvény, most már az Aranybulla könyvtárban is. Úgyhogy ez remek dolog. Viszont nekünk akkor arról kell beszélnünk, hogy ön meghatódott. És meg kell, hogy mondjam én is. Tehát annyira emberi volt, annyira tiszta volt ez a történet, hiszen nem tudta, hogy miért van ott az a sok-sok virág, amiről mi ugye képes anyagból beszámoltunk. Ez egyébként 17 esztendő hozadéka, hiszen azóta dolgozik a Vörösmarty könyvtárban. Hogy lesz valaki könyvtáros? Mi az indítatása azon felül, hogy szereti a könyveket? Régen történt, amikor még kislány voltam, úgy kezdődött. Nagyon szerettem olvasni, és nagyon szerettem könyvtárba járni. És az a légkör, ahogyan fogadtak, ahogyan beszélt velem a könyvtáros, az engem akkor megérintett. Később elvégeztem a tanítóképző főiskolát Győrben. Tanítottam is, és napközis nevelőként is dolgoztam. Utána kerültem egy képességfejlesztő munkahelyre, ahol gyerekekkel foglalkoztam szintén, és így kerültem a könyvtárba, így hozta az élet. Hogy nem maradtam a tanításnál, hanem így alakultak a dolgaim. De nem bánjam. Nem bántam meg, és nagyon örülök annak, hogy valahol megmaradt a tanítás is, hiszen ha könyvtárhasználati foglalkozásokra jönnek gyerekek, csoportok, osztályok, akkor mindenképpen tudok alapozni azokra a tanulmányokra, amelyeket folytattam Győrben a tanítóképző főiskolán, hiszen úgy építem fel a könyvtárhasználati foglalkozást, hogy tudatosan tudom, hogy honnan, hova fogunk jutni. Nagyon fontos, amit mondott, mert én azt gondolom, hogy könyvtárosnak lenni már réges-régen nem az, hogy valaki bemegy, könyvet választ, beírja, majd utána, amikor visszaviszik, leteszik. A könyvtár egyszerre kézenfogva jár a pedagógiával, a népműveléssel, vagy nevezzük művelődés szervezőnek, bár nem szeretem ezt a szót. Tehát így együtt, hiszen pedagógus is. Így gondolja Hella? Ennél egy kicsit azért összetetted, mert pszichológustól kezdve rendezvényszervezőn át, idős gondozáson át, jobbformán lelki gondozáson át nagyon sok mindent csinálunk. Tehát én azt gondolom, hogy a könyvtáros szakma ma, ha valaki nyitott rá, egy rendkívül sokrétű összetett dolog, és külön jó dolog, hogyha valakinek van érzéke ahhoz, hogy akár gyerekekkel, de akár felnőttekkel is, másként megtalálja a hangot. Egész másként kell idős emberekkel foglalkozni, mint mondjuk egy munkából megfáradt emberrel, vagy egy fiatallal, aki iskolából jön nagyon fáradtan, vagy éppen nagyon felpörögve, és egészen másként kell egy rendezvényt, vagy egy foglalkozást megtartani. Tehát sokféle képességre van változni a másfél évtized alatt? Gondolok itt elsősorban arra, hogy a Tolnai úti könyvtár például egy speciális terület, egy lakótelep
Európai házak árnyékában, egy 10 emeletes ház alatt, mint adott esetben egy kis településen, adott esetben egy kertvárosi részben, már a környezet okán is. Speciális helyzetben vagyunk valóban, de előtte is abban voltunk, hiszen ha a KH-tól indulunk, akkor azt mondhatom, hogy még a városi könyvtár ideje alatt ez a könyvtár a Széchenyi úton működött. Utána költözött át a Teleki Blanka általános iskola épületébe, és tulajdonképpen én ebben a folyamatban már belecsöppentem 17 évvel ezelőtt, amikor már a Teleki Blanka, vagyis akkor még Sziget utcai általános iskolának az épülete volt, és kaptunk 4 osztálytermet. És tulajdonképpen így tudtuk elrendezni azokat a könyves polcokat, igazából nagyon nagy helyünk volt. És 2014-ben történt a költözés, hiszen az iskolának szüksége volt arra, hogy tantermekben tudja elhelyezni a gyerekeket, és ezért nekünk el kellett költözni. A 21. századról beszélünk, nagyon-nagyon sok minden változott, felgyorsult a világ, ez közhely, de igaz. Mennyit kellett változniuk önöknek, hiszen az olvasói szokások is megváltoztak. Az internet, őrület, minden, a Gutenberg galaxis nem fogja elsöpörni, biztos vagyok benne, a Zuckerberg galaxis. Erről egyébként most olvastam egy remek összehasonlító elemzést. Én bizonyos vagyok benne, hogy azért megmaradnak a könyvek, viszont ehhez népszerűsítése és a továbbvitele rendkívül felkészültséget igényel, nagy kihívást. Hogy vagyunk ezzel? Egészen más szolgáltatásokat igényelnek az olvasók, és nekünk is sokkal dinamikusabban kell szolgáltatnunk, illetve egészen másfajta feladatoknak kell megfelelni, akárha csak a számítógépesítésre gondolunk. Most már nálunk is vannak online szolgáltatások, honlapon elérhető szolgáltatások, tehát nagyon sok minden, ami színesíti a kínálatunkat. Már nem csak a bejövök és kölcsönzök könyvet működik. Hogy tudnak tervezni, Zsuzsa? Mármint rendezvényekre gondolsz? Általában rendezvényekre, illetve hát nyilván van egy célközönség adott esetben, akit meg kell szólítani. Hiszen arról beszélt a Hella is, hogy egyszerre pszichológus, pedagógus, és nem sorolom tovább most újra. Onnantól kezdve, hogy átköltözött a könyvtár, egészen megváltozott minden. Tehát a célközönség megváltozott, hiszen előtte iskola épületének a területén voltunk. Ez azt jelentette, hogy leginkább gyerekek voltak az olvasóink. Voltak felnőttek is, természetesen, de inkább gyerekek. Megváltozott azzal, hogy az átköltözés után egyre többen fedeztek fel bennünket, és egészen különböző korosztály. Egyre több család jön hozzánk például, aminek nagyon örülünk. Megmaradtak az idősek is, sőt, egyre több idős is jön. De megmaradtak még a gyerekek is, tehát a Teleki Blanka általános iskolából még folyamatosan jönnek gyerekek is kölcsönözni is, illetve könyvtárhasználati foglalkozásra is. Tehát nekünk ehhez abszolút rugalmasan kellett alkalmazkodnunk, át kellett gondolni a rendezvényeket, át kellett gondolni azt is, hogy milyen könyveket rendeljünk, hiszen előtte rendeltünk olyan könyveket is, amelyek pedagógiai jellegű könyvek, vagy a tanulókat segítő könyvek gyerekek számára. Onnantól kezdve, hogy 2014-ben átköltöztünk, onnantól kezdve ezt is újra kell gondolni, hogy mire van igénye a családos, vagy a családoknak, az idősebbeknek, a gyerekeknek, tehát hogy át kellett kattintani a gondolkodásunkat ezzel kapcsolatosan. A korosztályonként, illetve társadalmi beágyazottságtól függ, hogy ki milyen könyvet választ egyre inkább, miként látják. Hiszen a Budai úti könyvtárról is kérdezhetném, mert azért megfordulott.
Azt gondolom, hogy ez általában is igaz, hogy az új könyveket keresik leginkább az olvasóink, és most már nem csak a romantikus irodalmat értjük új könyvek alatt, hanem nagyon sok olyan sikerkönyv van szakirodalom témakörén belül is, ami iránt nagy az érdeklődés. Vannak olyanok, nagyon sok olyan könyv jelenik meg, ami most már nem csak mondjuk a 10 éves korosztálynak szól, ezeket a könyveket felnőttek is olvashatják, illetve vannak olyan felnőtt könyvek, amelyet fiatalok is, de a szórakoztató irodalom iránt is van igény. De szerencsére a szép irodalom iránt is nagyon, nagyon sokan az aktuális napi figyelni kell iránt. Arra, hogy mi a népszerű? Figyelni kell. Igen. Nagyon sokszor jönnek olvasók azzal az igénnyel, hogy látták a kirakatban, valószínű, hogy népszerű lesz az a könyv, sikerlistás, vagy a nőklapjában olvasták. Figyelni kell arra, hogy milyen előjegyzések érkeznek hozzánk. Tehát vannak olyan könyvek, amelyekre több előjegyzés jön. És akkor nyilván megrendeljük. Jó, a segítség az eleve rendeléshez tartozik, már mint a könyvtáros hivatásban nyilvánvaló. Milyen kérdésekkel fordulnak önökhöz? Ez nagyon fontos számomra. Kérdeznek-e az olvasni vágyók? Kérnek-e tanácsot? Kérdeznek is, de ajánlunk is. Tehát, hogyha én látom, hogy, vagy nem én, bármelyikünk látjuk, hogy visszahozott valaki egy könyvet, és tudom, hogy ott a polcon van egy hasonló, akkor a figyelmébe ajánlom, és ezt az olvasók nagyon szeretik. Amikor visszahozzák a könyveket, meg szoktuk kérdezni, hogy tetszett-e, esetleg érdekelte, ha igen, akkor mutathatunk-e hasonlót, ha nem, akkor miért nem, akkor keresünk mást. Tehát vagy ők kezdeményezik, hogy jaj, de jó volt, aranyoskám, ajánlom másnak is, vagy mi ajánlunk, tehát igyekszünk egy párbeszédet is kialakítani az olvasókkal. Úgy veszem észre, hogy a mai rohanó világban nagyon-nagyon szükség van erre 2-3 perc nyugalomra, ellazulásra, amíg könyvekről beszélgethetünk. Beszéljünk a munkatársakról. Ugye beszéltünk arról, megköszönte külön a munkatársainak, hogy nélkülük nem érhette volna az a megtiszteltetés, amit egyébként megérdemelt nyilvánvaló, hiszen emellett is ugye a tanácsosi címéről sem beszéltünk meg, nagyon sok olyan a közjavára szolgáló feladatot ellátott, ami fontos lehet ma is. Akkor beszéljünk egy kicsit a munkatársairól. Hárman dolgozunk szakalkalmazottként a Tolnai utcai tagkönyvtárban, és egy technikai dolgozónk van. Na, azt gondolom, hogy egy könyvtárban, vagy bármilyen intézményben, ha egy csapat van, akkor egy hajóba nevezünk. És nem feltétlen lehet külön azt mondani, hogy csak egy ember viszi az egész hajót, hanem kell az, hogy bátorítsák az embert, vagy érezzem azt, hogy mellém állnak a kolléganőim. És nagyon jó, mert meg tudjuk osztani a munkát úgy, hogy mindenki szó szerint a képességeinek megfelelően tudja vinni tovább a dolgokat. Tehát van egy kolléganőm, aki fantasztikusan készíti a plakátokat. Akkor őt kérem meg. És ha megkérem, akkor megköszönöm a munkáját. És hogyha a másik kolléganőm besegít abba, hogy berendezzük a könyvtár olyan részét, ahol lehet rendezvényt szervezni, akkor őre számíthatok. És megköszönöm a munkáját. Tehát, hogy nekem ez fontos, hogy és nem feltétlen csak a könyvtárban, hanem otthon a családi környezetben is, hogy megkérjem és megköszönjem azt, amit ő tett értem. De én is teszek érte. Tehát valahogy ezek így szimbiózisban vannak, ezek a dolgok szerintem, és én ezért köszöntem meg a munkájukat, hiszen napi szinten együtt vagyunk. Világos, és ha ezt mosolygós szemmel teszi, akkor még jobb. Milyen elvek mentén döntenek egy-egy programról? Hogy épülnek fel a programok? Figyelni kell arra, hogy abban a lakóközösségben kik járnak általában könyvtárba, vagy próbálnak kívülről is a különböző programok segítségével becsalogatni embereket? Szerintem is. Tehát például annak idején Siklósi Gyulát hívtuk meg. Fantasztikus előadásokat tartott. És miután elment, én úgy érzem, hogy méltó utódja lett Bartos György művészettörténész személyében.
és igényelték az olvasók, a felnőtt olvasók, hogy legyen még ilyen vagy hasonló előadás. Tehát rendszer legyen benne. Igen, és valahol én úgy érzem, hogy megmaradt egyfajta folytonosság. Tehát igen, elbocsúztunk. De ugyanakkor én úgy érzem, hogy olyan visszajelzéseket kapott Bartos György az előadása után, most már kétszer is meghívtuk, hogy méltó utódja lett. Igen, tehát egymásra épül, amit nem lehet abban. Igen, igen. De mivel, hogy nálunk elég széles a paletta korosztály szempontjából, ezért figyelni kell arra is, hogy gyerekek jönnek hozzánk. Tehát, vagy azt is figyelembe kell venni, hogy városi szinten barokk év van, akkor a barokkal is foglalkozunk. Vetélkedőt szerveztünk. Tegnap Hellával közösen tartottunk egy foglalkozást, ahol a gyerekek oldottan tudtak legyezőt hajtogatni, és megtanultuk azt, hogyan lehet egy hölgynek kommunikálni legyező segítségével egy férfi számára. Ez hát is barok. Ez apróságnak tűnik, mégis fontos, bármennyire fontos, is. Fontos, hogyne. És ami számomra a legfontosabb, hogyha eljönnek hozzánk gyerekek, felnőttek, akár egy könyvtárhasználati foglalkozásra is, hogy egy olyan oldott, stresszmentes légkörben legyenek, amikor nem kell rettegni tőlem, és bátran beszélgethetünk, lehet játszadozni, de játszva tanulunk. És így látom a gyerekeken azt, hogy felszabadultan tudnak viselkedni, hiszen ezt Hella tudja bizonyítani, hogy tegnap a gyerekek a Teleki Blanka általános iskolából jöttek, 5. osztályosok, kreatívak voltak, és mégis tudtak tanulni valamit abból, amit mi ketten produkáltunk. Tehát folyamatosan figyelni kell arra is, hogy mi az, ami aktuális. Tehát volt a Magyar Szép Próza napja, akkor például Jókai Mórral kapcsolatban vetélkedőt szerveztem. De vannak hagyományos rendezvényeink is. A versmondó verseny, költészetnapja környékén, vagy a prózamondó verseny, amit általában október-november körül szoktunk megrendezni. És mindig figyelünk arra, hogy évfordulós szerzőket szoktunk ilyenkor úgymond elővenni, és úgy készülnek a gyerekek, hogy tudják, hogy akkor kire fogunk emlékezni, megadjuk a témakört, és a köré lehet megszervezni egy rendezvényt. Tehát nagyon-nagyon széles, amit igényelnek az olvasók, és hogyha látjuk azt, hogy valami nagyon tetszett nekik, akkor megpróbáljuk azt valamilyen formában folyamatossá tenni, vagy megismételni. De például, ha már Palotaváros, akkor annak idején meghívtuk Farkas László képviselő urat is, aki Palotavárossal kapcsolatosan mondott információkat, fejlesztéseket, hogy mi várható, és nagyon sokan eljöttek, mert érdekelte az ott lakókat az, hogy mi lesz Palotaváros sorsa, hát és mire számíthatnak. A könyvtár egy közösségi tér. Ez vonatkozik mindenre, igen? Igen, bocsánat, hogy közbevágok, nagyon szerényen hallgat arról, hogy milyen fantasztikus kiállításokat szervez, és ezeket én azért tartom különlegesnek, mert a lakókörnyezetében, tehát a könyvtár környezetében lévő rendkívül tehetséges amatőr alkotókat találja meg. Olyan kincsekre, olyan titkokra lel rá, és mutatja meg a kiállításokon keresztül másoknak is, hogy azt hiszem, ezeket a kiállításokat érdemes mindenkinek megtekinteni. Tehát ez egy hiánypótló történet minden. Minden hónapban van kiállításunk. Vagy egy, vagy kettő kiállításunk van, és egyszer nagyon érdekes dolog történt, ugyanis a vitrinek üresen maradtak, hiszen vártuk a következő kiállítót néhány napon keresztül. És egy kisfiú az anyukájával érkezett, és megjegyezte, hogy mi az, hogy itt nincs kiállítás? Tehát ő még felháborodott ezen, és tudom, hogy jó lesz, nem sokára, egy néhány nap múlva lesz. De igen, köszönöm, hogy ezt mondtad, mert a vercsipkétől kezdve, tehát amatőrök is,
és profik. Tehát a Vercsipke az feltétlen profi volt az, aki elkövette Gergő Katalin, és hogy vannak olyan ismerőseim, akik hoznak kiállítási anyagot, például volt kerámia kiállítás Tündérek és Manók címmel, és a hölgy, aki hozta, ő volt az, aki ajánlott egy következő kerámiával foglalkozó ismerőst. Tehát volt nálunk ékszer kiállítástól kezdve. A képeslap kiállítás az rendszeres. Egyébben háromszor hozza Sáros István a képeslapokat. Igen, tehát vissza az eredendő szájról szájra terjedjen. Ennél jobb nincsen. Visszatérni azokhoz a gyökerekhez, ami a falvakban, a szomszéd településekre, hogy oda érdemes menni, érdemes élni. Hát ez a könyvtáron is így van, csak egészen másként nyilván. Hogyan tovább? Hiszen a szintentartás az soha nem elég, ezt tudjuk. Tehát folyamatosan fenntartani, úgy, ahogy ugye a Budai Úti Könyvtárban is tapasztalom, hogy ők felvállalták azt a missziót, nyilván Hella segítségével, hiszen a Vadmadár Kórház titkáraként a dolga is, ha úgy tetszik, hogy minket arra neveljen, hogy figyeljünk a környezetre, az élő környezetünkre, és ezt mi meg is tesszük, jól vagy rosszul, azt nem tudom megítélni, de legalább ott vagyunk mindig, és azt tapasztalom egyébként, hogyha ha valaki ezt komolyan veszi, akkor egyre nagyobb a látogatottsága ennek a történetnek. Így vannak önök is. Ez lenne a követendő út? Mindenképpen szeretnénk folytatni, mert igénylik az olvasók. Hiányolják, hogyha valóban nincsen. De ez ugye korántsem azt jelenti, hogy specializálódni kell, hogy csak egy valamit, hanem nem, továbbra több, is azt több, a széles több, skálát többféle, mutatni. Többféle anyagból. Most például milyen terveik vannak? Júniusban lesz Dőri Magdi bagoly kiállítása. Ő már nagyon régóta gyűjti a baglyokat. És most egy kicsit a családok évéhez is kapcsolódunk, mert az lesz a címe a kiállításunknak, hogy gyermeknevelés a baglyok szemüvegén keresztül. Ez azt jelenti, hogy Magdi hoz nekünk olyan baglyokat is, amelyek családokat alkotnak, illetve hát a gyermeknevelés az természetes, hogy a család része, és könyveket is teszünk a baglyok elé, és ezt fogják úgymond olvasni. Ezt tervezzük júniusra, egész júniusra, júliusban pedig szintén Sárosi István jön, és elhozza nekünk az egész Balaton képeslapokon keresztül. Hello. Nálunk a fotókiállítások úgy néz ki, hogy nagyon népszerűek, tehát nagyon nagy az érdeklődés rá. Ma is volt két iskolás csoport, holnap is várunk csoportokat, akiket körbevezetünk, mesélünk a képekről, egyebekről. Úgyhogy folytatni fogjuk ezt a vonalat. Most a következő kiállításunk az önkéntes tűzoltókról fog, az ő munkájukról szólni. Azután nagyvadak jönnek, medvék, farkasok, őzek, szarvasok. A zseniális fotó gyűjtemény jön. Igen, hát Balogh Lizi után az újabb kiállítást, tehát fantasztikusan tehetséges fotósaink vannak, teret kell adni igen, nekik. Igen, és nagyszerű fotósokat fedeztünk fel, illetve nagyszerű fotósokat ismerünk a környezetünkben, és most arra gondoltunk, hogy mutassuk meg az ő másik arcokat és a hivatalos arcuk mellett a fotóst. Úgyhogy szervezzük a kiállításokat. No, én még egyszer gratulálok minden székesfehérvári olvasó nevében. Én azt gondolom, vagyunk elegen most már, sőt egyre többen leszünk, tehát nincsenek kétségeim felőle. A könyvtárakra, amióta a világ szükség volt, és ezen túl is úgy lesz. Gratulálok még egyszer az elismeréhez. Jó helyre került. És hát további jó munkát kívánok. Én azt szeretném, ha sok-sok dolguk lenne. Hát eddig is sok dolgunk volt, de szerintem ez nem mindig baj. gyűlik. Engedd meg, hogy én pedig minden kolléga nevében még egyszer és ezen a fórumon is nagyon sok szeretettel gratuláljak neked. Köszönöm szépen. Nagyon sok gratulációt kaptam, én mindenkinek köszönöm. És mivel ez egy összeesküvés volt, erről, hogyha még mesélhetek egy picikét. Igen, ezt még meghallgatjuk, hogy miként értem. Én kinyomoztam, hogy ki volt az elkövető, mert hogy olvasói indítványozásra történtek a dolgok, és az igazgatónő elárulta a nevét, hadd mondjam, az olvasó nevét Ampli Ferencnek hívják, aki már régóta olvasónk, és ő kezdeményezte azt, hogy elment az igazgatónőhöz, és hát igazából így egy ilyen lavinát
indított el mindenki felé, mindenki mindent tudott, csak én nem, és hogy polgármester úr felé is eljutott a hír a Farkas Lászlóhoz is, és valahogy egy olyan energiát kaptam ettől a hétfői estétől, hogy azt nem is lehet elmondani. Láttam, jó volt. És hát igen, hát az Ampli családra jellemző. Úgy tűnik, hogy a jóság is hagyomány, ugye Ampli Ferenc hagyományőrző huszárőr nagy barátunk, és az ő lelkének jobbik fele is, ő pedig a jóság őrnagya, ha úgy tetszik. Igen, igen, jó helyre került ez az emlékérem, és én minden olvasó nevében még egyszer köszönöm, és köszönöm, hogy megtiszteltek bennünket. És én is köszönöm szépen. Köszönjük. Köszönjük. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Horváth Hella volt, és Kalincsákné Horváth Zsuzsanna, aki az elmúlt héten a polgármesteri emlékérmet kapott remek könyvtárosi munkájáért. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!